Győzött az FC Nagykanizsa, a labdarúgó csapat 2-0-ra nyert a THSE szabadkikötő ellen. A hazai pályán vívott találkozón a kanizsaiak igyekeztek egyből dominálni, a letámadás sok futással is járt, első góljuk azonban egy gyors ellencsapásból született. A saját tér felé labdát szerző Vajda Roland jól ugratta ki a védőket lerajtoló Krecz Bálintot, aki pedig az akció végén a kapu közepébe helyezte a labdát, ezzel a 10. percben már a házigazdáknál volt a vezetés. A kanizsaiak folytatták játékukat, és 10 perccel később ismét Vajda indíthatott egy támadást, labdáját Lőrinc Bence tette középre, Wittmann Ádám pedig önbizalomnövelőnek is beillő találatot szerzett. A támadó másfél hónap után volt ismét eredményes, a hazaiak pedig megnyugtató előnyt szereztek. A két gólos vezetés tud veszélyes is lenni, de Barna László tanítványai ezúttal nem tették meg azt a szívességet ellenlábasuknak, hogy kiengedik kezükből a 3 pontot. Ha nem is a leglátványosabb, minden esetre biztos játékkal hozták le a második félidőt is a kanizsaiak, akik ezzel fontos győzelmet arattak.